Szia, én Juhász Kitti vagyok, és ebben a videóban megmutatom neked, hogyan készíts tavaszváró virágmintát pár perc alatt. A virág színe piros lesz, így akár Valentin napra is elkészítheted. Mielőtt elkezdenénk, iratkozz fel a csatornámra, kattints a csengőre is, hogy ne maradj le a további videókról sem. Csatlakozz csoportomhoz, ahol érdekes videók és témák várnak rád. A linket megtalálod a leírásban. Hát akkor kezdjük is el! Mattított portalanított tipre fogok dolgozni, amire felviszem ezt a Milky White árnyalatú géllakot egy rétegben, és 30 másodpercig köttetem. Ha az első rétegem megkötött, felviszek rá ismét egy nagyon vékony réteg színt, és azt is fél percig fogom lámpázni. A minta elkészítéséhez a festőecsetemre és a nullás ecsetemre lesz szükség. Ha megkötött az alapszínem a lámpában, akkor a sima fekete géllakkal, a géllak saját ecsetével, ide a tippem felső felére, a sarokba el fogom készíteni a kis virágom közepét. Ez lesz majd az a pont, ahová a szirmokat húznom kell. Ezt is beteszem a lámpába fél percre. Ezután jöhet a mattfedő, fedem az egész felületet egy vékony rétegben, majd fél perc alatt megköttetem a lámpában. Ezzel az alapunk el is készül. Előveszem a piros festőzselém, ebből fogom a mintát a felületre elkészíteni. Természetesen használhatsz hozzá géllakkot is, ha nincsen piros festőzseléd, akkor a végén fényzselével fedned kell majd az egész felületet. Ha megkötött az alapunk, neki láthatunk a virágnak. A nullás ecsetemre felveszek a piros festőzseléből, a már megszokott módon, az ecset teljes felületére, megfordítom a tippem, és ahol a kijelölt középponton van a virágunknak, felrajzolok a nullás ecsettel három szirmot. Ugye egyelőre nem húzom meg csak a körvonalakat, és ez is csak egy tervezet, mert ha szükséges, tudok majd igazítani a szirmokon. Ha megvan a körvonal, cserélem az ecsetem, és a festő ecsettel szépen óvatosan kitöltöm piros színnel a megrajzolt szirmokat. Sokkal gyorsabb és haladósabb így a munka, egy nagyobb szőrrel rendelkező ecsettel pillanatok alatt ki lehet színezni a szirmokat. Ugyanígy bármilyen másik minta kitöltéséhez is használható. Ha tetszik a videó, ne felejts el lájkolni! Fordítom a tippem, ha szükséges, igazítom a szirom formákat ebből az irányból is, majd ha úgy látom megfelelő, akkor fél percre a lámpába teszem. Nagyon fontos, hogy a festőzselét ne köttessük addig ki teljesen, amíg szeretnénk dolgozni a felületen. Éppen ezért elég neki 30 másodperc. Ha a piros színem nagyjából megkötött, akkor egy nagyon pici bordót veszek az ecsetnek a hegyére. Erre azért van szükség, hogy egy pici árnyékot tegyünk a virág szirmokba, ezzel növelve a természetességét. Óvatosan az ecsetem hegyével elkezdem beütögetni ezt a bordószínű festőzselét a virág szirmok tövébe. Pamacsoló mozdulattal viszem föl az anyagot, majd egy nagyon picit elhúzom felfelé. Ezzel egy picit térbelibb lesz majd a három szirmocska. Átmegyek minden szirom felületén, majd 15 másodpercre a lámpába teszem. Még egy pici bordót veszek a festőecset hegyére, és ugye három szirmot készítettem, a középső lesz az, ami egy picit, fölötte lesz a szélső kettőnek. Ezért, ahol a középső szirmon véget ér, egy nagyon-nagyon pici bordót húzok az ívekbe a két szélső szíromra. Ez fogja majd adni a középső virágszírom árnyékát, amit vet, mivel előrébb áll, mint a két szélső szírom. Ha ez megvan, ismét lámpázom fél percig. Jöhet a mattfedő, az egész felületet egy vékony rétegben lefedem vele, és fél percre a lámpába teszem. Természetesen, ha neked jobban tetszik fényes felülettel, használhatsz fényzselét is hozzá. Elkészült a virágunk, nagyon-nagyon jól mutat ezzel a matt fedővel is, úgyhogy teszünk még egy pár kis kiemelést. Piros festőzselét vettem a nullás ecsetem hegyére, és ezzel szépen óvatosan, éppen hogy hozzáérve a felülethez, ezzel elérve, hogy nagyon vékony legyen a vonalam, körbe kontúrozom a szirmokat. A középső
előrébb lévő szirommal fogom kezdeni, és utána ugyanilyen módszerrel körbe kontúrozom a hátsó szirmokat is. Megvannak a kontúrok, jöhet még egy picike piros, és ide, a fekete középbe teszek egy pár pöttyöcskét. Ezzel egy kicsit elveszem ennek a feketének a hangsúlyosságát. Visszafordítom a tippem, teszek még egy pár pöttyöt a középső szirom fölé, illetve alá, hogyha ebből az irányból nézem, ide a jobb szélsőhöz is, és bal oldalra is. Ügyelek arra, hogy ezek a pöttyöcskék igazán picik legyenek, mert ha túl nagy lesz, akkor elviszi a hangsúlyt. Mehet is a lámpába fél percre. Amíg köt az anyagom a lámpában, fehér festőzselét veszek a nullás ecsetemre, és ezzel már tényleg csak egy-két picike kiemelést kell végeznünk. Mint a készítésnél mindig odahelyezem a fehér kiemelést, illetve a fehér fényt, amelyik része a mintámnak előtérbe van. Ide, a középen lévő sziromba teszem az elsőt, annak is a jobb oldalába. Jöhet a szélső szirom, de ugye ennek a bal felére kell tennem a vonalat, mert az az, ami több fényt kap, majd a jobb oldalra is teszek egy-kettőt. Ha ezt a lépést kihagyod, akkor is egy nagyon mutatós, és szalonban gyorsan elkészíthető mintát fogsz kapni, nem feltétlenül szükséges ezeket a fehér kiemeléseket beletenni. Enélkül is igazán mutatós a minta. Természetesen a piros színt bármilyen más színre is cserélheted, amilyet éppen a vendéget kíván. És most jöhet az utolsó köttetés, egy percig fogom a mintám a lámpában hagyni. Ezzel el is készültünk, remélem nagyon sokan elkészítitek és hasznát veszitek, cseréljétek bátran a színeket, használjatok kövecskéket, vagy szórógyöngyöket kiegészítésként, szárnyaljon a fantázia. Hát, ha hamarosan végre megérkezik a tavasz is. Köszönöm, hogy megnézted a videóm, ne felejts el feliratkozni, kapcsold be a csengőt is. Ha tetszett, dobj egy lájkot, vagy küldd el ismerősödnek. Csatlakozz csoportomhoz, ahol érdekes videók és témák várnak rád. Még több tartalomért pedig keresd fel a weboldalam juhászkitti.com.